A szemléletformáló lakossági fórumon szó esett, hogy napjainkban megkerülhetetlenné vált nem csak az ipari, hanem a háztartási hulladék csökkentésének feladata. Mi kötem vagyunk egy háztartásban, és 10 évvel ezelőtt mondjuk, akkor ugyanúgy megtöltöttünk mi is egy 120 literes kommunális és egy 120 literes szeletévet nem Gödöllőn. A műanyag, a fém és a papír az egybe kerül vegyesen. Itt is egyben. Így van. Tehát nagyjából mondjuk 250 liternyi szemét és hulladék gyűlt össze hetente a mi ötfős családunkban. Jelenleg ott tartunk, hogy a kommunális 120 literes az egy évben egyszer töltöm meg. A szelektívet pedig olyan 3-4 havonta. Na most ez nagyon jól hangzik, és megvalósítható, én vagyok rá az élő példa, hogy megvalósítható, de azt is úgy jelzi, hogy én sem vagyok tökéletes, tehát nálunk is van szemét, nálunk is van hulladék, és nem is cél az, hogy a 100%-ra törekedjünk. A cél az, hogy elinduljunk ezen az úton, mindegy, hogy milyen arányban csökkentjük a szemetünket, vagy hulladékot. A lényeg, hogy elinduljunk, hogy elkezdjünk változtatni. Az egyre elkeserítőbb hírek, járvány, háború, gazdasági válság, infláció, megszorítások, energiaválság mellett egyre gyakrabban jelennek meg konkrét kezdeményezések és cselekvési tervek is. A környezet és klímavédelmi célok mellett egyre erősödik az egyénekben a költségcsökkentést, spórolást, mértékletességet segítő módszerek, tippek elsajátítása iránti vágy. Hogyha ezután valaki úgy dönt, hogy szeretné csinálni, akkor azért az, hogy ki miért dönt így, az nagyon-nagyon egyedi lehet. Nagyon-nagyon különbözőek lehetnek a motivációk, az indokok. Lehet, hogy valaki csak azért csinálja, mert kevesebb szemetet szeretne kezelni. Értem ez alatt, hogy amikor egy gyerek voltam, mi egy panellakásban laktunk, negyedik emelet lift nélkül, és mindig az én feladatom volt, hogy a negyedik emeletről följárkáljuk a szeméttel. Lehet, hogy ez nekem valamilyen gyerekkori becsípődés, hogy most meg a szeméttel foglalkozok és szeretném csökkenteni, de én tudom, hogy rettenetesen gyűlöltem ezt a házi feladatot, tehát simán lehet, hogy valakinek teljesen ilyen egyszerűen ilyen motivációja van. Aztán van, aki tudatosabban szeretne élni, környezettudatosabban szeretne élni, és akkor mindent bevet, minden területen megpróbál egy fenntarthatóbb életmódot bevezetni az otthonában, illetve bárhol, amerre csak jár. Ebbe beletartozhat az, hogy nem használ autót, de beletartozhat az is, hogy nem használ petpalackot, vagy nem vásárol petpalackos innivalókat. A fórum végén a résztvevők közös értékes, a hulladék gazdálkodáshoz kapcsolódó tárgyak, gépek kerültek kisorsolásra.